Jó napot kívánok, köszöntjük Önöket! A Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara lakossági tájékoztatóján, ahol a téma az otthonfelújítási hitelprogram. Én Becskei Márk vagyok, a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara projektiroda vezetője. Röviden egy pár technikai információt szeretnék megosztani Önökkel, mielőtt belekezdünk az előadások sorába. A mai rendezvényünkön három előadás lesz. Hallhatnak általánosságban először a pályázatról, a felhívásról. A második előadásban az MBH Bank NRT fogja ismertetni a hiteligénylés részleteit, és a harmadik prezentációban pedig a Bástya Építész Kft. Ügyvezetőjétől, Kormos Gyula úrtól tudhatják meg a technikai lényeget, az energetikai tudnivalókat. És az előadások után lesz lehetőség kérdésekre, válaszokra is. Az előadások, hát a tegnapi, ugye tegnap is megrendeztük ugyanezt a rendezvényt Gyöngyösön, a tegnapi tapasztalatok alapján körülbelül másfél órát tartottak, és utána jön a kérdések, válaszok blokkja. Az lenne mindenkihez a kérésem, akár online követ minket, a YouTube csatornánkon, akár itt személyesen, ugye ezt a mai rendezvényt hibrid formában szervezzük, valósítjuk meg, tehát vannak itt jelenlévők is, akik itt követik a előadásokat, illetve vannak, akik a YouTube csatornán keresztül néznek, figyelnek bennünket. Tehát, hogy kérdésekre lesz lehetőség. Az a kérésünk, hogy a három elhangzott előadást követően tegyék fel a kérdéseiket. Ugye lehet, hogy időközben megválaszolásra is kerülnek a felmerülő kérdések. Előzetesen a regisztrációkor volt lehetőség kérdések feltevésére, azzal kezdik majd az előadók, ezt a beérkezett, ha jól tudom, 14 darab kérdést megválaszolják. Aki pedig online követ minket, a YouTube videónál a chat felületben tud kérdést föltenni. Jelen van a TV-Eger is, a TV-Eger munkatársai felvételt készítenek, visszanézhető lesz az ő felületükön is, illetve a TV-Eger műsorában a mai rendezvényünk, illetve a Kamara YouTube csatornáján is visszanézhető lesz a későbbiekben is. Minden előadónak az elérhetősége vagy az első, vagy az utolsó dián meg fog jelenni. Az lenne a kérésem, akinek speciálisabb kérdése van, az keresse meg bátran az előadókat, akár itt helyben, akár később telefonon, vagy más formában megpróbál mindenki válaszolni, illetve minden kérdésre megpróbálunk választ adni. Nézem, hogy a technikai információkat elsoroltam a mindegyiket, remélem igen. És mielőtt átadnám akkor az első előadónak a szót, egy percben a díjmentes energetikai tanácsadásra szeretném fölhívni a figyelmüket. Ez ettől az otthonfelújítási hitelprogramtól teljesen független kamarai szolgáltatásunk. Ez folyamatosan elérhető már több mint egy éve, lakosság és vállalkozások részére is egyaránt. Ez ugye arról szól, ha valaki tervezi a saját épületét felújítani, de nem tudja, hogy hogy fogjon hozzá, itt a nyár, és elköltenének pár millió forintot, de nem tudják, hogy azt a tetőre költsék, vagy nyílászárót cseréljenek, vagy éppen valami épületgépészeti cserének ugorjanak neki. Ebben tudunk mi segíteni, a kamaránk által megbízott energetikus szakértő. Hogyha feliratkoznak erre a szolgáltatásunkra, akkor az energetikus szakértő egyeztet Önökkel időpontot, az egyeztetett időpontban kimegy a helyszínre, közösen bejárják az épületet és fölveszi ugye az épület adatait, majd pedig írásban adja át a javaslatait. Ez a szolgáltatás ugyanúgy elérhető tehát a lakosság és a vállalkozások részére is. Ez akár lehet kereskedelmi egység, vendéglátóhelység, raktár, ipari csarnok, vagy akár egy családi ház. Éljenek ezzel a lehetőséggel. Vállalkozásoknál is ugye hasznos, mert a nagy cégeknél megvan ugye a kollektíven belül az a energetikus kollega, aki a cég energiafelhasználását próbálja optimalizálni. Kisebb vállalkozásoknál, KKV-knál is ugye jellemzően hiányzik ez a szaktudás, ugyanúgy, mint a lakosságnál. Úgyhogy a jelenlévőknek én mindjárt körbe is adok egy ívet, föl lehet erre a szolgáltatásra iratkozni. Az lenne majd a kérésem, ezt tegyék már meg, hogy továbbadják, és aki úgy gondolja, adja meg az elérhetőségeit, illetve az épületnek a címét. Aki pedig online követ minket, a kivetített elérhetőségeken tudja jelezni ezt az igényét. Nekem, ha elküldik tehát az ingatlan címét és az elérhetőségeit, akkor az energetikus szakértő fogja Önöket hamarosan keresni, és egyeztetnek időpontot. Köszönöm szépen, bele is csapnánk akkor a előadások sorába. Első előadóként fölkérem Járdán Áron urat, operatív és stratégiai igazgatót, a MAPIC
Magyar Projektfejlesztési Központ Kft-től. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, a személyesen résztvevőket, illetve az online közvetítést követőket is. Ahogyan már említették, én Járdán Áron vagyok, a Magyar Projektfejlesztési Központnak az operatív vezetésért felelek. A Magyar Projektfejlesztési Központ elsődlegesen pályázatírással, projektfejlesztéssel foglalkozik, és részt vettünk az RRF-en belül létrehozott Repower EU programnak a tervezésében, egyes programelemeinek a tervezésében, illetve több energetikai beruházás projektmenedzsmentjét menedzseljük jelenleg is az országban. Szeretnék beszélni az otthonfelújítási programnak a hátteréről, és az otthonfelújítási programnak a céljáról. Van egy ilyen nagyon szép kódszáma ennek az otthonfelújítási programnak egyébként az interneten, mind így a nevére is rákereshetnek, mind pedig a kódszámára. Ajánlom majd az ezzel kapcsolatos részleteknek a interneten felelhető áttekintését is. Ahogyan említettem, a háttere és a célja ennek a programnak a magyar helyreállítási és ellenálló képességi tervet még a koronavírus világjárvány okán az Európai Unió indikálta és hozta létre. Ez angol elnevezésé rövidítve RRF, ez látható egyébként a pályázatnak a kódszámában is, magyarul rövidítve HET, és ezt követően az orosz-ukrán háború kapcsán hozták létre ezt a Repower EU fejezetet. Ennek a támogatási programnak a keretében jelenik meg ez az otthonfelújítási hitelprogram is. A keretösszeg 108 milliárd forint, Budapest tekintetében Budapestre ebből kicsivel több mint 6 milliárd forintot különítettek el, tehát ez azt jelenti, hogy vidékre én úgy gondolom, hogy a keretnek egy egészen nagy része jut. A cél a magánberuházásoknak az ösztönzése és az, hogy 20 000 magyarországi lakóépület energiahatékonysági javítása történjen meg. A finanszírozásról és a támogatásról én a legfontosabb tudnivalókat szeretném csak érinteni, mind a vissza nem térítendő támogatás, mind pedig a kölcsön esetében. Ez ezzel kapcsolatos részleteket majd a második és a harmadik előadásban mérehatóban is fogják hallani. A kölcsön, illetve a vissza nem térítendő támogatás minimum 2,5 millió forint bruttó összeg és maximum bruttó 6 millió forint között mozoghat majd. Az ehhez kiegészítendő saját forrás, tehát önerőnek a mértéke az pedig minden esetben arányosan 14,3%-nak kell lennie. Az átlag jövedelem 75 és 110%-a közötti járások esetében ilyen a Gyöngyösi és az Egri járás is, a vissza nem térítendő támogatásnak az aránya az 50%. Ezt a egyfőre jutó átlag jövedelemnek a mértéke befolyásolhatja még egyébként alapvetően inkább pozitív irányba. Erre majd a következő előadásokban ki fognak térni. Egy példát szeretnék hozni, hogyha egy 7 millió forintos összberuházásról beszélhetünk, ami ugye a teljes lakóingatlanunknak a fejlesztésének a 100%-a, akkor ennek a önerő mértéke 14,3% esetében 1 millió forint, a finanszírozás pedig 85% mellett 6 millió forint, és az előbb fentebb is említettek, illetve látottak alapján ez 50-50%-ban oszlik meg a visszanemtérítendő támogatás és a kölcsönösszeg között. A kölcsönről én csak a körvonalakat, fontosabb információkat szeretném említeni az MBH banknak a prezentációjában, majd mi jobban ismertetni fogják ennek fontosabb részleteit. Amit külön kiemelnék, hogy biztosítás nyújtása nem szükséges, a törlesztés havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben történhet majd a kölcsön vonatkozásában, a kamat 0%, nincsen kezelési költség, sem szerződésmódosítási díj, de rendelkezésre tartási jutalékkal vagy előtörlesztési díjjal sem kell számolni. Úgy gondolom, hogy mindezek közül talán az előtörlesztési díj, illetve a szerződésmódosítási díj, amik a legfontosabbak, ezek ugye nincsenek. A futamidő legfeljebb 12 év lehet, ez azt jelenti, hogy 3 millió forintos maximum kölcsönösszeg esetében, ez 12 évre elnyújtva 144 hónappal elosztva, ugye ez egy körülbelül havi 20 000 forintos törlesztő részletet jelenthet. A rendelkezésre tartási idő minimum 6 hónap lesz, maximum pedig 24 hónap, és törlesztés megkezdésénél a türelmi idő
ez még 3 hónappal hosszabbítható. A feltételek, támogatás és a kölcsön igénybevétele esetében én úgy gondolom, hogy a feltételek azok mindenféle tekintetben talán könnyen teljesíthetőek. Nagykorú cselekvőképes és magyar adóazonosító jelen rendelkező, tehát magyar állampolgár veheti igénybe a támogatást és a kölcsönt. Tulajdoni hányaddal, hogy holtig tartó haszonélvezeti joggal rendelkezik abban az ingatlanban, ami egyébként 1990. december 31-e előtt épült. Ugye ebben haszonélvezeti joggal vagy tulajdoni hányaddal kell rendelkezni, ez lehet egy vagy több lakásos családi ház is. Abban az esetben viszont, hogyha a pályázó, illetve a kölcsön igénylő ennek a fejlesztéssel érintett ingatlannak nem a 100%-os, tehát 1/1-es tulajdonosa, úgy minden más további tulajdonosnak a hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy az ingatlan részt vehessen ebben a programban. Holtig tartó haszonélvező esetében, amennyiben ő a pályázó, úgy a mellette az ingatlan tulajdonosoknak szintén szükséges a hozzájárulása. Ami fontos, hogy a korszerűsítéssel érintett életvitelszerűen, tehát a pályázó által életvitelszerűen lakott ingatlan legalább 2024. július 1-e óta a pályázó vagy a közeli hozzátartozójának állandó lakóhelye. A támogatott tevékenységek külön dián, illetve külön fogom majd említeni a tipikusan elszámolható költségeket, illetve a teljesség igénye nélkül a el nem számolható költségeket. Támogatott tevékenységekbe tartozik a teljeskörű külső hőszigetelés. Ha megengedik, akkor a zárójeles részről nem tennék említést, a hosszú magyarázata a pont elején lévő rövid magyarázatnak, ami a zárójelben található, és vagy nyilászáró csere, és vagy használati meleg víz rendszereknek a korszerűsítése, és vagy fűtés korszerűsítés. Gondolhatunk kondenzációs kazára, vagy levegővíz hőszivattyúra. A kondenzációs kazán cserét, amennyiben kondenzációs kazán csere is történne a beruházás esetében, ott fontos, hogy a támogatási szerződést mindenféleképpen ez év december 31-éig lesz majd szükséges megkötni. Tehát a jövő évben, következő években megkötött szerződések vonatkozásában már a beruházásban nem szerepelhet kondenzációs kazáncsere. Elszámolható költségek tekintetében szintén kategorizáltam az elszámolható költségeket. Anyagköltség vonatkozásában kizárólag új berendezés, új készülék és újonnan vásárolt anyag finanszírozható. Mindezekhez kapcsolódó teljeskörű munkadíj finanszírozható, a szakértői, tervező és eljárási költségek, ez az energetikai szakértések szempontjából lehet fontos, illetve ugyan említettem, hogy a kölcsön rész az teljes egészében mindenféle költségtől és kamattól mentes, azonban természetesen a finanszírozó megköveteli azt, hogy közjegyző által is ellenjegyzett, közjegyző előtt tett kölcsönszerződés kerüljön aláírásra. Ennek van egy külön díja, ez elszámolható a támogatás, illetve a kölcsön terhére, de ezt szükséges megfinanszírozni, tehát ez nem költség és nem díjmentes, ahogyan nyilvánvalóan a tulajdoni lapmásolat beszerzése sem, valamint, hogyha például vályokházról beszélünk, akkor ott vályokháznak a korszerűsítéséről, akkor ott statikai szakvélemény szükséges, mely költsége egyébként szintén elszámolható. Az egyéb költségek minden olyan, ami egyébként elengedhetetlen a kivitelezési munkákhoz, vagy a munkák biztonságos elvégzését teszik ezek lehetővé. Valamint fontos, hogy elszámolható, erről majd a harmadik előadó részletesen fog beszélni, elszámolható a nyitó, a terv és a záró energetikai tanúsítvány, hiszen ugye a pályázati program, maga az otthonfelújítási program tekintetében minden egyes ingatlannál egy bizonyos, pontosan 30%-os energiahatékonysági növekedést lesz szükséges elérni, erről fognak majd az előadásokban részletesebben hallani, és a 30%-os energiahatékonysági növekedést a beruházást megelőző úgynevezett nyitó energetikai tanúsítvány, illetve a beruházást követő úgynevezett záró energetikai tanúsítványa támasztható alá, hogy az elvégzett beruházással teljesül a 30%-os energiahatékonysági növekedés. Erre lesznek majd konkrét példák, hogy melyek azok a beruházási elemek,
amellyel ez teljesíthető, vagy talán könnyűszerre teljesíthető. A nem elszámolható költségek közül, összeset én nem sorolnám fel, javaslom mindenkinek tisztelettel, egy 27 oldalas felhívással rendelkezik ez a pályázati program, értő olvasással könnyen értelmezhető. Javaslom mindenkinek, hogy aki gondolkodik az otthonfelújítási program igénylésében, mindenféleképpen tekintse át, vagy akár olvassa is át részletesen ezt a felhívást. Körülbelül egy kétharmad hosszú oldalon részletezik, hogy mik a nem elszámolható költségek. Én itt most a teljesség igénye nélkül csak pár példát említenék önöknek. Nem számolható el a terület foglalási díj, ez nyilván külső homlokzati hőszigetelés kapcsán, vagy akár konténer elhelyezése kapcsán lehet érdekes. Munkaterületnek az őrzési költségei sem. A beltéri nyílászárók, tehát két fűtött helység közötti, tipikusan a beltéri ajtóknak a cseréje, felújítása, beépítése nem számolható el, hogy a belső tereknek, tehát két fűtött helység közötti falaknak a hőszigetelése sem, a belső határoló szerkezetek festése, mázolása, a vízszigetelés lapostető esetében, az állványozás anyagköltsége és a rovarháló, tehát műanyag nyílászáró csere esetében. Én úgy gondolom, hogy tipikus és szokványos, hogy rendelnek az emberek rovarhálót, ez nem lesz elszámolható, a támogatás és a kölcsön terhére, ez természetesen a beruházás keretében az önerő terhére lehet finanszírozni. A határidőkről és a benyújtás menetéről szeretnék még röviden beszélni, erről is fognak majd részletesebben hallani. A benyújtás az az MFB pontokon keresztül történik, például az MBH banknak az MFB pontjain keresztül, ez Heves vármegyének nagyobb települései mind-mind megtalálható. A kérelem benyújtása 2024. július 1. napjától kezdődik, és 2025. december 31. napjáig van erre lehetőség. Azzal a feltétellel, hogy 2025. december 31. napjáig megkötött, benyújtott kérelmek esetében is a szerződést mindenféleképpen 2026. április 30. napjáig szükséges megkötni a finanszírozóval. A megvalósításra 24 hónap áll rendelkezésre, és itt ez egy tévesen feltüntetett pont, de még nem javított. Hát bármilyen szállító, bármilyen kivitelező igénybe vehető. Az előleg igénylések, a szállítói előleg igényléseknél van relevanciája annak, hogy minősített szállítókról beszélhetünk el. Az ofp.emi.hu oldalon tud egyébként minden kivitelező, minden beszállító regisztrálni, és az 50 vagy legfeljebb 75%-os előleg igénylése esetében ezt a előleget a pályázó is megkaphatja, vagy kérheti aként is, hogy az előleg az közvetlenül a kivitelezőnek vagy a beszállítónak utalja a támogató ezt az előleget. Tehát nem csak kizárólag minősített szállítók vehetők, nem csak kizárólag minősített kivitelezők vehetők igénybe a programnál. Az fontos, hogyha ebben az adatbázisban, ebben a nyilvántartásban, amelyben egyébként a regisztráció az könnyűszerrel elvégezhető a kivitelezők részéről, ennek a feltételeit meg lehet találni a pályázat mellékletei között, ennek egy külön szabályzata van, ez nyilvánvalóan a kivitelezőknek talán a legfontosabb. De ez abból a szempontból fontos, hogyha olyan kivitelezőkkel kívánnak dolgozni, akik nem találhatóak benne ebben az adatbázisban, akkor egy kötöttség van, hogy mindenféleképpen a pályázat mellékletei között megtalálható szerződés mintával szükséges dolgozni. Szeretném felhívni a figyelmet mind a mellett, hogy nagyon javaslom a felhívásnak az áttekintését, aki sok erőt érez magában annak az eljárási rendnek az áttekintését is, bár az talán szerintem szárazabb, mint a felhívás. És mindemellett nagyon fontos, hogy teljes körű és pontosan készüljön el ez a dokumentáció. Mi a Magyar Projektfejlesztési Központ ugyan nem foglalkozunk lakossági pályázatoknak a menedzselésével, illetve a pályázat írásával, de tudunk ajánlani erre szakosodott pályázatírókat. Ha valaki úgy érzi, akkor én azt is javaslom, hogy vegyen igénybe szakértői segítséget, de nekem az a véleményem, hogy ez a pályázati dokumentáció, ez akár szakértői segítség nélkül is összeállítható. Kérelem, költségvetés, különböző nyilatkozatok, kitöltése, árajánlat, bekérése, illetve tulajdoni lap szükséges.
következő előadásokban majd még további részleteket fognak ezekről hallani. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, a előadásokat követően állok a rendelkezésükre a pályázat, illetve akár a kölcsönkérem vonatkozásában is a szakmai kérdésekben, és a következő dián láthatják az elérhetőségeimet, akár e-mailben az otthonfelújtáskukac.mapik.hu e-mail címen, akár a megjelölt mobiltelefonszámon. Egészen hosszú ideig, reggeltől estig lehet engem keresni, én igyekszem válaszolni majd a később felmerülő kérdésekre, de különösen ez nekünk nem szakterületünk, hogyha szükséges szakértői segítség, akkor nagyon szívesen ajánlunk. Július 1-től pedig tervezünk elindítani, nekünk van egy, a Magyar Projektfejlesztési Központnak van egy albrendje, egy almárkája, ez a hellopályázatok.hu, és a hellopályázatok.hu per otthonfelújítás oldalon, konyha nyelven, talán akár a felhívástól még érthetőbben, szeretnénk megjelenteni majd a részletinformációkat, illetve a szűk keresztmetszeteket és a gyakran ismételt kérdéseket is ezen az oldalon majd megtalálhatják. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmüket és sikeres pályázást kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket! Én az MFB ZRT, illetve az MBH Bank NRT nevében szeretnék egy rövid prezentációt tartani a otthonfelújítási programmal kapcsolatban. Itt már korábban némileg érintettünk néhány témát a programmal kapcsolatban. Fő céljai ugye a programnak a következő dián láthatók, tehát itt a lakóépületek energetikai hatékonyságának javítása, illetve a primár energiafogyasztás csökkentése, illetve a magánberuházások ösztönzése a fő célja ennek a hitelprogramnak. Fontos, hogy ugye életvitelszerűen lakott ingatlanok felújításáról van szó, illetve ahogy már korábban előttem is említették, 1990. december 31-e előtt érintett, illetve épített ingatlanok esetében van mód arra, hogy a felújítási programban részt vegyenek. A fő paraméterei a hitelprogramnak országos keretösszeg tekintetében 108,24 milliárd forint igényelhető teljességében. Ez nagyságrendileg körülbelül egy 20 ezer pályázatot fedhet le nyilván igénylési összegtől függően. Itt külön meghatározott, hogy a magas hatásfokú gázkazánok esetében egy meghatározott alkeretösszeg áll rendelkezésre. Ez nyilván a korábban előttem is említett módon egy korlátos határidőig vehető igénybe. Ugye Budapest és Pest megyére vonatkozóan pedig szintén egy korlátozott 6,39 milliárd forintos keretösszeg vehető igénybe. Az igényelhető finanszírozási keretösszeg az bruttó 2,5 millió és 6 millió forint között mozoghat. Ez lényegében úgy áll össze, hogy egy visszatérítendő, illetve egy visszanemtérítendő támogatás összegről beszélünk. Van egy minimum 14,3%-os önerővállalás. Az önerőt azt nem kell felmutatni semmilyen formában számlapénz, tehát nem kell számla bizonylattal igazolni. Ezt el kell számolni számlákkal és fizetési igazolásokkal az első folyósítás erejéig. Azt már korábban előttem is jelezték, hogy az önerőben elszámolható a pályázat benyújtását megelőzően keletkezett költségek, úgy mint a energetikai szakértő, a statikai szakértőnek a költségei. Ezeket nyilván értelemszerűen minden esetben számlával kell igazolni. A számlákat záradékkal kell ellátni. Ez azt jelenti kvázi, hogy szerepeltetni kell a hitelprogramnak, illetve a hitelszerződésnek az egyedi azonosítóját. Értelemszerűen a pályázat benyújtása előtt keletkezett számlákat utólagos záradékkal tudják majd ellátni. Ez a hosszabb eljárásrendben található egyébként, hogyha valaki neki lát, akkor a 60 oldalas dokumentumban fogja ezt megtalálni, ezeket a részleteket. Ezekbe azért olyan szinten nem mennék bele, de nagyon szívesen elmondom mindenkinek az utólagos kérdésekben, hogyha van ilyen jellegű kérdés. Mindenképpen ugye csak az elszámolható költségek, illetve a költségvetésben feltüntetett elszámolható költségekkel tud mindenki elszámolni. Erre is majd egy rövid példát majd mutatok, illetve megnézzük majd az MFB ZRT-nek a honlapján, hol érhetőek el a szükséges dokumentumok. Esetleg belemetünk abba, hogy a kitöltésnél milyen sorrendet érdemes figyelembe venni.
Jó, itt már említettem, az igazolt elköltés az első folyósításnak a feltétele lesz. Itt már bizonyos részekben említették előttem is, hogy ugye egy 0%-os kamatú kölcsönrészről beszélünk, tehát kifejezetten a tőketörlesztés fog megtörténni a futamidő alatt, a törlesztési időszak alatt. A visszatérítendő forrás az függ a megvalósítási helyszín elhelyezkedésétől, a kölcsönigénylő jövedelmi helyzetétől és az energia megtakarítási vállalástól, tehát hogy 30% vagy 40%-os vállalás történik a pályázat benyújtását megelőzően. Itt szeretném megemlíteni, hogy abban az esetben a jövedelemre való tekintettel, hogy amennyiben a leghátrányosabb helyzetű régióban igénylik a hitelösszeget, illetve magát a finanszírozási forrást, abban az esetben a jövedelmi állapot az felülírhatja ezt a mutatót. Tehát amennyiben a jövedelmi korlát vagy szinten a legmagasabb, országos átlagjövedelmet meghaladó az adósnak a jövedelme, abban az esetben a visszanemtérítendő támogatás mértéke a legalacsonyabb mértékű 2,5 millió forint lehet. Jó, díjak, jutalékok tekintetében ezt már említették előttem is, hogy az alábbi felsorolt díjak azok nem kerülnek felszámításra, tehát kvázi kezelési költség, banki költségek azok nem kerülnek felszámításra. Ami igazából felszámításra kerülhet költség, az jellemzően a harmadik féltől keletkező számlákból fakad, így az energetikai szakértő, a statikai szakértő, illetve a közjegyzői költségek azok, amik jelentkeznek. Ezek a költségek elszámolhatók, csak mint korábban már ezt jeleztem, a költségvetésbe ezeket be kell építeni. Jó, itt néhány idősíkot láthatunk a következő dián. Megjelenés az ugye magának a hitelprogramnak az 6. hó 17-én történt. Az első kérelem benyújtása az 7. hó 1-én került sor. Itt szeretném jelezni, hogy a MBH Bank fiókhálózatában a kiemelt fiókok tekintetében már 7 órától lehetőség nyílik a kérelmek benyújtására. A kérelmek benyújtása az érkezési sorrendben történik. Minden esetben hiánytalanul kitöltött hitelkérelmek átvételére van mód, tehát hogyha hiányos egy hitelkérelem, abban az esetben a befogadást azt sajnos azonnal nem tudjuk megtenni, ezeket pótolni szükséges. Amiben későbbiekben kerül fény arra vonatkozóan, hogy hibás adat szolgáltatás történt, vagy valamilyen korrekció szükséges, akkor ez természetesen teljesíthető. Az MFB ZRT előírása alapján legalább tehát egy hiba hiánypótlási körre van lehetőség, illetve tisztázó kérdés feltételére is. Értelemszerűen a hiánypótlások esetében, amennyiben belátható időn ez nem teljesíthető, vagy valamilyen korlátozás esetén nem teljesíthető, akkor erre haladék kérhető. Jó, minden esetben egyébként a hitelkérem benyújtásáról az adós által megadott értesítési csatornán azonnal értesítések kerülnek kiküldésre, jellemzően elektronikus csatornán. Itt arra figyelemmel kell lenni, hogy nyilván ezeket az értesítéseket fogadni kell, és mielőbb választ adni. Jó, a kérelem benyújtási határidő az 2025. december 31-e, illetve a keret kimerülés erejéig. Ezt értelemszerűen az MFB ZRT a honlapján közölni fogja, illetve a nyilvános csatornákon, amennyiben a hitelprogram az lezárásra kerül keret kimerülés miatt. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy minden esetben a benyújtott kérelmek érkezési sorrendben történnek fogadásra, és egyfajta sortartás van, tehát amennyiben egy kérelem valamilyen formában negatív bírálatban részesül, akkor a következő kérelem az átveszi a helyét, tehát ilyen szempontból nyugodtan benyújtható a kérelem. Jó, szerződéskötési határidő az pedig 2026. 4. hó 30-dik, ez egy távoli dátum. Az idősíkokban még azért azt elmondanám, hogy legfeljebb 70 nap áll rendelkezésre az MFB ZRT-nek a kölcsönkérelem benyújtásától arra vonatkozóan, hogy egy bírálati, egy döntési folyamatot átvigyen. Ebbe beletartozik a hiánypótlási kör is, illetve ezt követően lesz egy 30 napos szerződéskötési határidő. Jó, a program tekintetében ezt már korábban előttem említették, hogy legfeljebb 144 hónap lehet a futamidő.
ezt értelemszerűen a kölcsönigénylő határozza meg olyan tekintetben, hogy amit még meg tud határozni, az a rendelkezésre tartási idő, ez a 6-24 hónapos periódus. Azt azért felhívnám a figyelmet, hogy a rendelkezésre tartási időszak alatt kell megvalósulni a pályázatnak, tehát ez azt jelenti, hogy a 6-24 hónap alatt a folyósítás minden kivitelező felé teljesíteni kell, és a projektet le kell tudni zárni. Amennyiben valaki nagyon rövid rendelkezési tartási időt határoz meg, tehát egy 6 hónapot, és a kivitelező nem tudja a kivitelezési munkálatokat befejezni, lezárni, akkor van mód természetesen arra, hogy szerződésmódosítással a rendelkezési tartási időt azt nyújtsuk, viszont erre felhívnám a figyelmet, hogy ez jellemzően közjegyzőkirat módosítással, illetve szerződésmódosítással, az közjegyzőkirat ismételt foglalással jár, és ez plusz költséget jelenthet, tehát ezért azért erre legyenek figyelemmel, hogy ne túl rövid rendelkezési tartási időt állapítsanak meg. A türelmi idő az fix, tehát az be van égetve a programba, illetve a kölcsönkérelmi nyomtatványba, ez maximum 3 hónap lehet. Ez kvázi egy eredményességi vizsgálat is egyben, ugyanis az MFB ZRT a türelmi idő alatt fogja megvizsgálni minden egyes hitelkérelem esetében, hogy a kitűzött célokat elértéke, tehát a 30%-os energetikai vállalása azt elértéke, minden egyes projektzárással kapcsolatos dokumentum benyújtásra került, úgy, mint az egyes kivitelezőknek a záró tanúsítványa, illetve záró nyilatkozata, és az energetikai szakértőknek a záró tanúsítványa, illetve nyilatkozata. Ugye ezt említettem már korábban, hogy a hitelkérelem benyújtását megelőzően egyfajta vállalást kell tenni arra vonatkozóan, hogy milyen mértékű primer energiafogyasztás csökkentést kívánnak elérni. Célszerű energetikai szakértővel egyeztetni az ingatlan állapotával tekintetben, hogy mi a reális energetikai csökkenés, tehát a 30% az elérhető-e, illetve a 40%. Értelemszerűen itt van egy pozitív megkülönböztetés, 40%-os primer energiafogyasztás csökkenés vállalása esetén ott a visszanemtérítendő támogatás mértéke az magasabb lehet egy 5%-kal, ez itt a alsó részen látható. Ez fontos, hogy itt az eredményességi vizsgálat tekintetében az MFB ZRT nyilván vizsgálni fogja, hogy elértéke a 30%-os megvalósítási célt. Ennek az alapja az energetikai szakértőnek a záró energetikai tanúsítványa lesz lényegében, illetve a kiinduló állapotot tükröző energetikai tanúsítvány, ezeknek a különbözete. Jó, finanszírozási összeg tekintetében a következő dia nyújt néhány információt. Ugye legfeljebb 6 millió forint lehet a finanszírozási összeg. Ennek összetétele, hát egy nyilván egy egyszerűsített pályázat keretében az alábbiakban látható, különböző módozatokban. Attól függően, hogy milyen járásról beszélünk, ugye színnek jelzik a Magyarország térképen az egyes járásoknak a hátrányossági szintjét. Ez az egyik oldala, illetve a jövedelemvizsgálat a másik oldala annak tekintetében, hogy milyen arányban részesülhet a végső kedvezményezett visszanemtérítendő támogatás tartalomban. Jó, tehát itt egyrésztről a járás átlagjövedelme az országhoz képest. Itt, hogyha megnézik, illetve az MFB ZRT honlapján található egy visszanemtérítendő támogatás kalkulátor, abba irányító számra történő kereséssel, illetve az alapadatok kitöltésével már egy következtetés levonható. Ennek esetleg az összefüggéseire majd a kérdés-felelek blogban majd rátérhetünk, hogy hogyan érdemes a pályázatnál ezeket a dokumentumokat összehangolni, úgy, mint a kölcsönkérelem, a visszanemtérítendő támogatás kalkulátor, illetve a költségvetés és nyilatkozatok dokumentum. Ami még fontos, és kiemelném, hogy a jövedelemvizsgálat tekintetében, ugye az átlagjövedelem számítás esetében ott fontos kitétel, hogy a gyermekek száma, illetve egy háztartásban élők száma alapján is történik egy vizsgálat. Nyilván, hogyha gyermekek is beleértendőek, akkor abban az esetben a jövedelem is ennek a függvényében fog mozogni, tehát itt egy kedvező belbírálásban részesülhet itt a VNT tekintetében. És nyilván itt az átlagjövedelem az is fontos, hogy az országos átlagjövedelemhez képest hogyan alakul az adósnak a jövedelmi viszonya.
Jó, ezt már említettem az előzőekben, létezik egy előzetes VNT kalkulátor, ez egy visszanemtérítendő támogatás kalkulátor, ez egy Excel formátumú dokumentum, ami a Magyar Fejlesztési Bank ZRT-nek a honlapjáról letölthető bárki számára. Egy egyszerű táblázatról beszélünk, ami az alapadatok megadását követően támpontot nyújt itt a lenti részben, hogy a VNT arány és a visszanemtérítendő támogatás arány, illetve összeg és a számított kölcsön rész, az milyen módon tüntethető fel a kölcsönkérelembe. Én itt annyit megelőznék, hogy mielőtt valaki a VNT kalkulátort elkezdi tölteni, előtte érdemes a költségvetésen átmenni, illetve nyilván tisztázni, hogy milyen beruházási részegységeket akar beépíteni a hitelkérelembe. Jó, kölcsönigénylők körét már korábban valamilyen szinten érintettük. Értelemszerűen nagykorú cselekvőképes magyar adózonosító jellel rendelkező természetes személyek igényelhetik a kölcsönt, vagy bizonyos esetekben erre azért annyira nem térnék ki magyar, vagy legalább egy éve Magyarországi állandó lakójára rendelkező egyéni tagállam állampolgára is igényelheti. Az ingatlanban tulajdoni hányaddal rendelkezhet, vagy holtig tartó haszonélvezeti joggal rendelkezhet, nem feltétlenül, tehát az a kölcsön igénybe vevő, az nem feltétlenül tulajdonosnak kell lennie, de ebben az esetben be kell jelentkezni az ingatlanra, legalább egy tartózkodási címmel 2024. 7. hó 1-e előtt. Jó, az adósa az egyébként, tehát egy ingatlanra vonatkozóan egy alkalommal igényelhet ebből a finanszírozási forrásból, illetve indíthat kölcsönkérelmet, és ez a ugye 2021-27-es programozási időszakba vonatkozó uniós forrású energetikai célú programról beszélünk. Jó, ugye a kölcsönkérelmi nyomtatványra is majd a kérdésfelelek részben szerintem érdemes lenne belenéznünk. Házastársi élettársas kötelezően bevont adóstárs, de nem feltétlenül jövedelemmel, amennyiben az adósnak a jövedelme az önállóan megfelelő, akkor értelemszerűen az ő jövedelmével nem szükséges kalkulálni, illetve van egy olyan megkötés, hogy az életkor miatt, amennyiben a kölcsönigénylő a 75. életévét a futamidő lejárta előtt eléri, akkor adóstársként kötelező bevonni életkor alapján egy adóstársat, illetve a jövedelem miatt, értelemszerűen, hogyha a havi adósságszolgálat ott nem fedezi az adós jövedelme, akkor mindenképpen szükséges jövedelemmel bevont adóstársat. Szóval hozzátenném, hogy a kölcsönkérelmi nyomtatványban fel kell tüntetni értelemszerűen az igazolt jövedelmeket, ennek formája lényegében többrétű, amelyben munkabér jövedelemről beszélünk, akkor értelemszerűen van erre vonatkozó forma nyomtatvány szintén az MFB ZRT honlapján. Ez lényegében a munkáltatói igazolás, munkabérigazolás. Emellett ugye értelemszerűen a Nemzeti Adósfelmhivatal által kiállított jövedelemigazolás is elfogadható, illetve nyugdíj esetén a Nyugdíjfősítőigazgatóság által kiállított hivatalos igazolás benyújtása szükséges. Ebben az esetben a jövedelem igazolás ezzel letudható. Amennyiben valaki érintett vállalkozásában, saját vállalkozásában dolgozik, abban az esetben mindenképpen a NAV által kiállított igazolás szükséges benyújtani. Itt még a megvalósítási helyszínre vonatkozó információkat látjuk a következő dián. Értelemszerűen 1990. december 31-e előtt használatba vételi engedélyt kapott ingatlannal, magyarországi ingatlannal lehet pályázatot benyújtani. Életvitelszerűen lakott belterületi, külterületi, zárt kerti lakóházra igényelhető. Ez az életvitelszerűen lakott rész az a kölcsönkérelmi nyomtatvány mellékletében található kötelező ellenőrző listájában a közműszolgáltatók által kiállított igazolásokkal fedik le kvázi, tehát hogy nincsen fennálló tartozás, illetve ott kimutatható fogyasztás van az adott ingatlanon. Jó, az ingatlan esetében ugye 2024. július 1-e óta a kölcsönigénylő vagy közeli hozzátartozónak állandó lakhelye, illetve tartózkodási helye kell, hogy legyen az ingatlan, illetve kizárólag lakhatási célú, tehát itt vállalkozás tekintetében székhely, bejelentett székhely az lehet maga az ingatlan, viszont
hogyha telephely cég, telephely az már nem szolgálhat, tehát ez már kizárt a finanszírozási körből, illetve nyilatkozni szükséges, hogy a székhely szolgáltatás esetén ott fogyasztás van az adott ingatlanon a cég tekintetében, vállalkozás tekintetében. Jó, ezt az támogatható tevékenységek, itt is egy gyorsan átpörgetném, ezt már bizonyos szempontból érintettük. Ugye hőszigetelés, födémszigetelés az elsődleges. Vannak ugye önállóan támogatható és nem támogatható projektelemek, ez kvázi azt jelenti, hogy az önállóan nem támogatható kategória az csak azzal nem tud a pályázó hitelkéremet elindítani, tehát kombinálni kell ezeket a bizonyos elemeket. Ugye nyílászáró szerkezetek cseréje, korszerűsítése, használati melegvízrendszerek korszerűsítése, fűtés korszerűsítés, és hát itt nyilván közvetlenül kapcsolódó elemek is vannak, ezek a pluszköltségek az energetikai korszerűsítéshez, helyreállításhoz kapcsolódó költségek. Ezeknek a listája, hogy már korábban is elhangzott, nem támogatható tevékenységek, az a felhívás, a projekt felhívásában találhatóak. Így óvatosan kell bánni azzal is, hogy a nyílászáró csere esetén például az árnyékoló szerkezetek az nem támogatott. Tehát érdemes a kivitelezővel előzetesen egyeztetni, amikor az árajánlatot adja, hogy ezeket az elemeket lehetőség szerint ne szerepeltesse az árajánlatban, mert nem elszámolható költségek. Jó. Az elszámolható költségek ugye az anyagköltség, munkadíj, az előkészítés költségei, az egyéb költségek. Ez a költségvetési és nyilatkozatok című táblázat, illetve kötelező projekt dokumentumban szükséges részletesen felbontani, hogy milyen költségeket kíván elszámolni a pályázat során a végső kedvezményezett. Az anyagköltség tekintetében a felhívásban meg van szabva, ez a felhívás végén található az egyes anyagoknak a fajlagos költsége. Ez azt jelenti, hogy például a hűszigetelés tekintetében, anyagvastagság, anyagminőség tekintetében meghatározza az MFB ZRT, hogy mi az a maximális értékköltség, amivel elszámolhatnak a pályázat során. A költség, szintén ez a táblázat, ami a költségvetés és nyilatkozatok dokumentum, ebben erre egy figyelés van beállítva, amennyiben túl magas mértékű összeget ad meg a kérelmező, akkor ezt hibaként fogja értelmezni a dokumentum. Az előkészítés költségeinél azért szeretném kiemelni, hogy a pályázatíró munkadíj is elszámolható költség, illetve energetikai tanúsítvány, tulajdonlap közjegyzői díj elszámolható, de ezeket mindet be kell előzetesen építeni, ezeket egy becsült költséggel tudják beépíteni a költségvetésbe, tehát nem feltétlenül tudják pontosan megállapítani, milyen költséggel rendelkeznek, de ezeknek a költségeknek vannak maximum elszámolható költségei. Ez egy 300 000 forintos összeg, amit ebbe be tudnak építeni. Ezt fel tudják osztani, értelemszerűen a felhívásban részletezve van, hogy például energetikai tanúsítvány esetén, emlékeim szerint 45 000 forint a energetikai tanúsítvány előzetes költsége, amit elszámolhatnak. Ugyanígy a záró energetikai tanúsítványnak is, innentől fogva pedig a közjegyzőre az kvázi szabadon becsülhető költséggel elszámolható. Jó, közjegyzői díjat tekintettel a kölcsönszerződést az közjegyző okiratba szükséges foglalni. Ez azt jelenti, hogy a pozitív bírálat után van egy 30 napos határidő, amíg szerződéskötésre van lehetőség. A kölcsönszerződés az egy formalizált dokumentum, tehát módosításra benne nincs lehetőség egyedi igények kiszolgálására, és magát ezt a dokumentumot szükséges egyoldalú adósság elismerő nyilatkozatba foglalni közjegyző előtt. Közjegyző az szabadon választható minden kötelezettség nélkül, viszont a közjegyzői kamarai díjszabás alapján történik, illetve a közjegyzők egyedi díjszabása alapján történik a közjegyzői díj megállapítása. Ez, ahogy említettem, beépíthető, elszámolható költségelem, nem kötelező beépíteni, amennyiben valaki ezt a pályázat során, pályázat benyújtása előtt megjelölő, hogy elkívánja számolni, akkor értelemszerűen számlát kell kérnie az adós nevére szólóan, az adós címére szólóan, illetve a kötelező záradéknyilatkozattal ellátva. Ezt értelemszerűen a közjegyzőnek, illetve
értelemszerűen a kivitelezőknek is jelezni kell előre, hogy záradékolt számlákat szükséges benyújtani az elszámoláshoz, illetve a folyósításhoz is. Az energetikai tanúsítványokat már érintettük, ugye 3 energetikai tanúsítvány szükséges a teljes hitelkérelem során. Természetesen a kiinduló állapotra vonatkozó megelőző energetikai tanúsítvány a kiinduló alapunkat adja. Amennyiben valaki az ingatlan még most vásárolta, és már rendelkezik meglévő energetikai tanúsítvánnyal, akkor értelemszerűen ez benyújtható. Azt azért hozzátenném, hogy ebben az esetben, mivel a számla az nem az ő nevére fog szólni, a végső kedvezményezett nevére, ezért ezt a számlát az várhatóan nem tudja majd elszámolni, illetve nyilván ezt ő kifizette az ingatlannak a vételárában. Viszont tervezett állapotra vonatkozóan mindenképpen szükséges készítenie. Én azt javaslom mindenkinek, hogy az energetikai szakértőjével egyeztessen a beruházási célokról, ezt nyilván majd az utána következő energetikai szakértő is véletlenül megerősíti. Az alapján fog számolni, hogy a tervezett állapotra vonatkozóan, hogy milyen terveket tárunk elé, tehát hogy mit kívánunk megvalósítani az ingatlanra vonatkozóan, milyen fejlesztéseket. Jó minden esetben egyébként ugye szükséges benyújtani ezeket már a kérelem beadásakor ezeket a dokumentumokat, illetve a megvalósított állapot fogja tükrözni azt, hogy a 30-40%-os vállalást azt elértük-e, és ebben az esetben ez lesz az alapja eredményességi vizsgálatnak. Jó, egy pillanat itt át. Tanácsadó is igénybe vehető, a pályázat elkészítése során itt az EMI honlapján lesz egy tanácsadói regisztrációs lista, tehát innen is lehet választani, illetve a tanácsadók azok különböző díjmentes szolgáltatás keretében a projekt elkészítésében vehetnek részt. Itt az építésügyi minőségellenőrzési innovációs non-profit Kft. Segítséget nyújt a pályázat elkészítésében, a tanácsadó keresésben, a kivitelező keresésben, ez az ofp.emi.hu weboldalon, itt lesz majd lehetőség a pályázatban regisztrált kivitelezőknek a keresésére. Ez várhatóan a következő 1-2 napban fog elindulni ez a honlap, és ebben az esetben már előttem említették, hogy itt olyan pozitív hozadéka van, hogyha valaki regisztrált kivitelezőt választ, hogy szállítóelőek tekintetében finanszírozási összeg 75%-át tudja lehívni, amelyben nem itt regisztrált kivitelezővel vagy minősített kivitelezővel valósítja meg a beruházást, akkor 50% lehet ennek a maximuma. Jó, tehát ez egy pozitív megjelölés ebben a tekintetében. Jó, vannak ugye kitételek a kivitelezők tekintetében, ugye nem lehet a kölcsönigénylő, közeli hozzátartozó élettársa, tehát összeférhetetlenségi opciók azokat vizsgálja az MFB ZRT. Ez kizárók lehet, ebben az esetben értelemszerűen kivitelező választás vagy módosításra van szükség, de én tanácsolom mindenkinek, hogy olyan kivitelezőt válaszol, ahol az összeférhetetlenségnek a jelese mutatkozik. Jó, itt a választásra már mondtam, hogy az ofp.emi.hu oldalon lesz majd lehetőség. Folyósításra vonatkozóan néhány gondolat még. Ugye utófinanszírozása és közvetlen szállítói finanszírozása is történhet. Az utófinanszírozás tekintetében értelemszerűen, hogyha valaki előzetesen megfinanszírozza, akkor magának az adósnak történik. Minden esetben számlát szükséges, számlával történik az elszámolás. És itt már a 75-50%-os kitételt is már említettem. Készpénzfizetési számlánál fontos megemlítenem, hogy egy nettó 1,5 millió forint összegig van mód készpénzfizetési számla elszámolására. Ez a számlák összességében tekintendő, tehát amennyiben ezt túllépjük, az gondot jelent. Ezt lehetőség szerint mindenkinek érdemes tartania. Jó, de hogyha ez alól vannak kivételek, tehát hogyha valaki bankfiókban fizet be egy készpénzfizetési számlát, pénztárban, akkor az nem ebbe a körbe tartozik, vagy a bankkártyás fizetés sem értelemszerűen. Ugye a munkadíjat tartalmazó számla esetén ott a teljesítés igazolás, ez mindenképpen szükséges benyújtani. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, amennyiben kérdésük lesz, illetve majd a kérdés felelek blogban, akkor még ott visszatérünk, hogyha felmerültek konkrét kérdések, és akkor ezeket megpróbáljuk összegyűjteni, és akkor megválaszolni, illetve majd, ha lesz rá lehetőségünk, akkor a kölcsönkérelmi nyomtatvány, viszont térítendő támogatás kalkulátor és a
költségvetésnek az összefüggéseit is egy kicsit átnézhetjük, ha gondolják. Köszönöm szépen a figyelmüket! Szeretettel köszöntök mindenkit. Már mindenki jó megizzadt, gondolom. Én azt szeretném először megkérdezni, hogy ki az, aki már beleolvasott ebbe a felhívásba egy páran? Ki az, aki az egészet képes volt átolvasni, van ilyen? És ki az, aki tudja, hogy mi az, hogy primer energetikai tényező? Többen tudják, de nem jelentkeznek, mert vannak itt azért ismerős kollégák. Igazándiból én megpróbálok a hangsúlyos pontokra tenni a fókuszt, nagyon sok adminisztratív feltételt hallottunk most, de valahol ennek mégiscsak a lényege az, hogy mit csinálunk, és ezzel mit érünk el, és miből. Itt, ahogy már Márk mondta, én energetikai tanúsító vagyok, a múltkor kérdezte is tőlem itt a kint, hogy én tanúsító vagyok-e természetesen. Energetikai szakértő tervezéssel foglalkozunk, az energetikát valóban a 80-as évek óta folyamatosan foglalkozunk, miután aztán ez divatba is jött. Kezdeném egy átfogóbb dologgal, hogy hogy áll most a világ ezzel a felmelegedéssel, ami a legnagyobb veszély a mostani civilizációra, én úgy gondolom. Ez csak egy rövid bevezető. Azt akarom érzékeltetni, hogy rosszabb a helyzet, mint amit bármikor is gondoltunk. Ez a diagram azt mutatja, hogy 90 körül készült tudományos kutatások szerint milyen felmelegedést jósoltak a következő időszakba. A különböző színűek azok különböző tudományos centrumoknak a jövendőlései, a szürkék az pedig a bizonytalansági sávot mutatják, és ott az a kék ponttal jól lehet látni, hogy a leges-legrosszabb verziónak a leges-legrosszabb szélső értéke valósult meg mára. Tehát a legrosszabb, a legpesszimistább jóslatnak a határán vagyunk, nem tudom, hogy mi lesz, és úgy gondolom, hogy akik itt vannak, nagyjából ezzel tisztában vannak, hisz nem csak a pénztárszánkról van szó, hanem a jövőnkről is, és hogy még egy kicsit fokozzam ezt a dolgot, ezek a piros pontok azt mutatják, hogy a Földön hogy oszlik meg a felmelegedés aránya, ahol kéket látunk, az hűlés, mert olyan is van a óceánok környékén. Ebből jól lehet látni, hogy ebből a legveszélyesebb hely az egyébként Európa, azon belül is a Kárpát-medence. Tehát ilyen szempontból mi a felmelegedés szempontjából a legrosszabb helyen élünk. Na most, hogy mit tudunk tenni? Ugye van egy ilyen mondás, hogy a legrosszabb helyzetben is meg lehet tenni a legeslegjobb lépést. Most ugye azon vagyunk. Én az előttem szólókat picit ismételve, de szerintem a lényeget egy kicsit jobban kiemelve csináltam egy táblázatot, amelyik ez a finanszírozási szerkezet. Eléggé nehéz eligazodni, hogy mikor milyen szót használ a felhívás a különböző költségkategóriákra. Ugye van egy visszanemtérítendő támogatásos rész, van egy 0%-os kölcsönrész, ennek az összege mindig 6 millió forint, ezen kívül kötelező egy 1 millió forintos saját rész, az a saját forrás. Tehát nyilván az 6 milliót azt az állambácsi fizeti, most pontosabban a EU fizeti, az 1 milliót mi rakjuk hozzá. Amiről nem nagyon esik szó, az a kiegészítő tételek, ami bármennyi lehet, és ezt a pályázó fizeti, de ennek van jelentősége, meg ha a legalsó sort nézzük, hogy mi ez, tehát a visszanemtérítő támogatás, a kölcsön, a saját forrás és a kiegészítő tételek adják össze azt a bekerülési költséget, amivel a minimum 30%-os megtakarítást elérhetjük. Tehát az azt jelenti, hogy bármit hozzárakhatjunk, 20 milliós beruházás is lehet ez. Ha 20 milliós beruházásból valósítom meg a 30%-ot, azt is meg lehet tenni, akkor is megkapjuk ezt a támogatást. Az a lényeg, hogy az energia megtakarításra menjen ez el. Ez a 40%-os lehetőség, ez már elhangzott. Egyébként én azt javaslom mindenki, amikor ha ez a célja, azért ne azt nézze, hogy a 30%-ot hogy tudja megtakarítani, hanem minél kevesebb pénzből, hogy tud minél többet megtakarítani, tehát érdemes a 40%-on felül tovább menni.
A másik szintén egy olyan táblázat, amiről már előzőleg szó volt, csak szerintem így könnyebben megegyezhető. Nem a hely a perdöntő, hogy hol van az épület, hanem hogy mennyi az egyfőre eső kereset. Ugyanis ha egyfőre eső kereset a középső kategóriánál kisebb, akkor a nagyobb támogatást lehet igénybe venni, akárhol is van az ingatlan, ha pedig nagyobb, akkor meg a kisebbet lehet igénybe venni, akárhol is van az ingatlan. Ez fontos. Az ingatlan helye csak akkor számít, hogyha átlagos kategóriába esünk. Megjegyzem, ez nem az átlagos kategória, mert a egyfőre eső jövedelem. Tehát, hogy most azt nézzük, hogy 0-300 ezer forint az egyfőre eső jövedelem, két kereső szülővel, két gyerekkel, ugye az azt jelenti, hogy 1,2 millió a két szülő összes nettó jövedelme, ami nem átlagos jövedelem, tehát igazániból a lakosság nagy része oda fog esni a alacsonyabbba, nem a középsőbe. A helyet illetően Heves megyében nem túl bonyolult a helyzet, Heves járás kivételével mindegyik járás a átlagos jövedelem kategóriába esik. Amennyiben valaki kisebb beruházást akar tenni, bár nem nagyon érdemes, ugye, hogy itt a számokat nézzük, akkor mindegyik rész arányosan csökken, erről volt szó. Tehát ha nem 7 millió, hanem 6 millió 300-as beruházást akar valaki, akkor nem 3 millió támogatást kap, hanem 2 millió hetet. Tehát minden arányosan csökken. És akkor nem tudom, hogy előtte kiemelték-e, van egy jogvesztő határidő, ami szerintem nem teljesen szerencsés. Ugye bejelentett családtagoknak kell lenni, amikor az egyfőre eső jövedelmet számítjuk, de ez a bejelentés csak július 1-e előtt lehet. Aki később jelentkezik be, akkor már azokat a családtagokat nem számíthatja bele, akit addig nem jelentett be. Ez alól kivétel, hogyha valaki július 1-e előtt vesz mondjuk a héten ma vagy holnap egy új lakást, akkor ezt adásvételi szerződéssel igazolni lehet. Ez azért szomorú hír, mert aki mondjuk akar venni egy lakást mondjuk jövő héten vagy egy hónap múlva, egy tipikus kádárkockát, nem tudja ezt a hitelt, meg ezt a támogatást figyelembe venni. Én ezt lehet, azt mondom, hogy lehet, érdemes lenne kezdeményezni, hogy ugyanez cél volt-e, vagy nem volt cél. És akkor térjünk rá most már a műszaki dolgokra. 1990 előtti ingatlanokról lehet szó, ezt mindenki ismeri. Itt fel szeretném hívni a figyelmet azt, hogy ez tulajdonképpen kétfajta épület. Az 1980 előtt épült ingatlanok jellemzően sokkal rosszabb a mostani energetikai tulajdonsága, mint az 1980-as évek közepe második felébe épült. Ez azért van, mert a 80-as évek elején kezdték bevezetni tulajdonképpen a komoly hőszigetelési előírásokat fokozatosan. Erre egy táblázatot raktam föl, körülbelül értékek, tehát ha csak a falat nézzük meg, ez az érték lényegtelen, hogy pontosan mit jelent, minél kisebb, annál jobb, és gyakorlatilag egyenes arányosan mutatja a tulajdonságokat. Tehát az 1985, az 1,4, a mostani előírás az 0,24, tehát azért ez elég nagy különbség, de még nagy különbség van a 80 és 90 közötti tulajdonságoknál is. Ez érdekes lesz, fogok példát mutatni, számítási példát, hogy körülbelül mi, hogy jön ki egy típus épületen, és ott is lehet látni, hogy hát a megtakarítások jelentősen változnak, attól függően, hogy az épület milyen tulajdonsággal jelentkezik, és mit tud. A másik, hogy amikor energia megtakarítás, ugye mindenki arra kíváncsi, hogy hát mekkora energia megtakarítást tud elérni, és akkor ezt valahogy satszolgatni kell, hogy érdemes-e vele foglalkozni. Ezért erre is tettem a hangsúlyt. Ez egy olyan diagram, illetve három diagram, ami az első kettő azt mutatja, hogy a baloldali az, hogy a hőveszteség mennyi egy házon, és az miből tevődik össze, a másik pedig, hogy mivel pótlom, tehát a fűtés az főleg a fűtésből tevődik össze. Ugye jó magasan van ez a régi épület, az első kettő azt mutatja, és ahogy javítunk ezen, itt a különböző veszteségek elég jelentősen módosulnak már a arányukat tekintve. Itt a szellőzés, a kék, ugye szellőztetéssel is energiaveszteségünk van, télen kinyitom az ablakot, kimegy ugye a meleg, és ugye ezt a részt, ezt nem tudom változtatni, mert ugye levegőt kell tudni venni, ezért ez egy fix rész, míg a többi közben csökken, hogyha javítom a háznak a hőszigetelő képességét. A másik szélen levő
oszlopon látszik, hogy a 15%-ból 35% lett, tehát az azt jelenti, hogy mondjuk leszigetem a fele házat, akkor nem fogom a fele költség, vagy fűtésköltséget megtakarítani, és itt hát eléggé halványan látszik, hogy mi milyen arányban részesül a hőveszteségből, a legalsó a padló, nyílászárók, fal, födémek, erre fölhívnám a figyelmet, hogy nincs a köztudatban, hogy a födémen elmenő hőmennyiség, ahogy látni, majdnem annyi, mint a falon. A hőszigetelés költsége pedig törekedik a fal hőszigetelésének a költségének. Ez, hogyha nem pályázik valaki, akkor is jó, hogyha megjegyzi. A középső kettő egyébként az arányosan mutatja, hogy egy jó hőszigetelt ház mennyivel kevesebbet fogyaszt. És utána föl van nagyítva a jobb oldalon, hogy lássunk is belőle valamit. És akkor átérnék arra, hogy van egy ilyen típus kádár kockánk, hogy ha ezzel elvégezünk egy számítást, akkor milyen megtakarítások jönnek ki. Nyilván ezeket a megtakarításokat az előzőekből elmondottak szerint nem lehet egyszerűen legtöbbször összeadni, de az alapokat, hogy nagyságrendileg össze lehet, hogy nem kapunk pozitív eredmény, vagy precíz eredmény, de nagyságrendileg azért közelítünk a valósághoz. Ez egy 60 négyzetméteres ház, egy 15-20 négyzetméteres alaksori fűtött résszel és fűtetlen résszel is próbáltam egy olyat kiválasztani, ami nagyon illik ide. Az első esetben egy tipikus, mondjuk 50-es, 60-as években épült, ez egy velem egy idős ház egyébként pontosan, épületről van szó, ami azt jelenti, hogy kisméretű téglából épült 38-as falak vannak, a födém az valamilyen fagerendás sártapasztással vagy salakkal a tetején, alulról deszkával burkolva, levakolva. A pincefödém egy teljesen szigeteletlen, vagy béléstestes, vagy valami acélgerendás födém. A fűtés már gázfűtés, egy rossz állapotú, valamikor 30-40 éve készített rendszerrel és radiátorokkal, a használati melegvíz, ugye a HMV az mindig használati melegvizet jelent, elektromos bojlerrel van, ami szintén egyébként a egyik legrosszabb, nem az egyik, a legrosszabb lehetőség a vízmelegítésre. És akkor csináltunk egy számítást, hogyha bizonyos elemeket csinálunk magába meg, akkor hány százalékot javítunk ezen a házon. Tehát a homlokzattal 24%-ot, ugye látni, hogy itt oda találok, ebbe az oszlopba van. Ha csak a homlokzatot csinálom meg 24%, ha a padlás és a pincefüdőmet csinálom magába 18, ha csak a nyílászárókat cserélem, akkor 13%-ot javítok. Mondjuk ebből látszik, hogy egy elemnek a javításával biztos, hogy nem érek el semmit, és hozzá kell tenni, hogy mivel itt a kiinduló pont nagyon rossz, tehát ez a legjobb megtakarítás, ha valakinek ennél jobb a háza, akkor kisebb lesz a megtakarítás. A következő példán ezt számszerűsíteni is tudom. Ugyanakkor kicsit félreérthető szerintem a felhívásba az, hogy mit lehet csinálni. Azt mondja, hogy a falakat kompletten kell felújítani, vesző a födémeket is, valami ilyesmi. Az is nincs ott, bocsánat, van ott. Mivel eredeti szándékot a készítés előtt azt nagyjából ismerem, és megmondom, én javasoltam is azt, hogy komplett legyen. Ebből az jön ki, hogy a födémet és a falat, tehát hogy nem lehet úgy, hogy egyik falat leszigetelem, meg a födémet leszigetelem, és a falat nem szigetelem le, ezt kompletten lehet csak csinálni. De egyébként meg, hogyha megnézzük a százalékos arányokat a számításon, hát nem is sok értelme van, mert nem nagyon jön ki. Tehát a homlokzat plusz födém, tehát az 1 plusz 2, az adja ki a 41%-ot ebbe az esetbe, és hogyha megcsinálom a ablakot is, akkor 54%-ot ad ki. Mindig mondom, hogy ebben az esetben, mert tudjuk, hogy minden szám más, főleg a 80-es években már olyan épületek épültek, ahol mindenfajta szerkezetek van, kiugrik, beugrik, ez mindig rontja ezt az egész helyzetet. Ugye akkor kezdődött a 80-as években, amikor ugye elkezdtünk variálni az épületekkel. Ezek önállóan támogatható tevékenységek voltak, tehát az építészeti hőszigetelés ablakcsere az mindig önállóan támogatható, és a többi, ami ezen az oldalon látható, ezek a számok, ezek önmagába számoltam, tehát anélkül, hogy a építészeti hőszigetelést megcsináltam volna,
hogy érzékeltessük, mert ezer lehetőséget lehetne bemutatni, de ez önállóan nem támogatott, tehát egy fűtést nem lehet korszerűsíteni anélkül, hogy nem hőszigetelnénk. Ezt nem támogatja a pályázat, de ez hozzácsatolódik. Hogy mégis milyen arányt jelent az, ha kicserélem ezt a rossz kazánt egy mostani kondenzációs gázkazánra, akkor az 27%-ot javít magába. Nem véletlenül, hogy nem lehet egyébként egyedül csinálni, mert ez egy szakmai, hogy mondjam, norma, hogy először mindig a passzív eszközöket csinálom, ami nem kell enni, nem kell kicserélni 10-20 év múlva, hanem elvileg a ház életkoráig takarítja meg nekünk az energiát. Amire szintén lehet, ja, még a gázkazánhoz, nem tudom, volt-e szó róla, hogy ez év végéig lehet csak, de akkora meg kell lenni a kölcsönszerződésnek is. Tehát aki decemberben adja meg, az valószínűleg már le fogja késni, mert a kölcsönszerződésnek is meg kell lenni december 31-ig. A kettes pontban a hőszivattyú van. Itt pontosítanék, mert a hőszivattyú ugye többfajta van, ami a szokásos, az egyik a levegő-levegő hőszivattyú, ez most itt nem működik a légkondi, meg nem is látszódik, lehet, hogy nincs is. Az a légkondi, ami a falon van, az is egy hőszivattyú, de azt nem fogadja el a pályázat, hanem a levegő-víz hőszivattyút, az azt jelenti, hogy a kazánt, a gázkazánunkat cseréljük ki, vagy mellé rakunk egy hőszivattyút, ami ugyanúgy melegíteni fogja a vizet, mint ahogy a gázkazán melegíti. De, ott van mind a két helyen egy-egy, de ha a régi kazánt kicseréljük új kondenzációs gázkazánra, egyrészt kell aki új kémény, tehát ez egy nem elhanyagolható költség, a másik pedig meg kell vizsgálni, hogy a meglévő radiátorrendszer alkalmas-e a kondenzációs kazánnak a előnyeit kihasználni. Ugyanis a kondenzációs kazánnak az a különbsége a hagyományoshoz képest, hogy a előre menő víz, tehát ami keringtet, az jóval alacsonyabb, mint egy hagyományos kazánnál, így tud kondenzálódni a víz, amiből plusz energiamegtakarítás keletkezik. Ha ez túl magas előre menővel megy, akkor olyan, mintha nem is kondenzációs kazánunk lenne, és mivel alacsonyabb a víz hőmérséklete, ebből adódik, hogy nagyobb felület, tehát nagyobb radiátor kell ugyanannyi melegnek a átadásához. Ezt meg kell vizsgálni. Hasonló a helyzet a hőszivattyúnál, csak itt még hidegebb az előre menő, nem is annyira jó radiátorral párosítani, bár lehet. Itt még nagyobb radiátorokra van szükség, mint a kondenzációs kazánnál. Tehát ezzel óvatosan kell bánni, és mindegyik összefüggésben van azzal, hogy hőszigeteljük le a házat, és most milyen a ház, mert attól függ ugye, hogy mennyi energiát kell rápótolnunk. Nem tudom, hogy ezt érthetően mondtam el. Ha valakinek kérdése van, nyugodtan szóljon közbe. És akkor most mutatnám a másik példát. Ez a másik példa, ez egy ugyanilyen geometriai tulajdonságú épület, tehát ugyanazzal számoltunk, azzal a különbséggel, hogy olyan szerkezetekre cseréltük le a régi szerkezetet képzeletbe, mintha 1980-as évek közepén épült volna a ház, tehát a ház eredeti tulajdonsága jobb, mint a másik. Az azt jelenti, hogy ez 38-as falazóblokkból van, a födén már le van hőszigetelve, az ablakok pedig egy akkori minőségű, fokozott légzárású ablakok, annak idején meg ezt hármas útényezővel árulták. És akkor nézzük meg, hogy itt ugyanazoknál a számoknál mi jön ki. Tehát ugyanazt csinálom, ugyanazt a befektetést, mint az előbb, vagy majdnem pont ugyanazt, mondjuk egy 10%-kal szerintem kevesebbet, de egyébként, hogy a homlokzati hőszigetelésből megtakarítás 16-ra, a födémekből 15-re, az ablakból az majdnem ugyanannyi marad, 12%-ra csökken, de mondom, ugyanaz a beavatkozás a két épületnél, és a geometriája is ugyanaz. És azt jelenti, hogy ebben az esetben, hogyha a homlokzatot és a födémet, ugye ezt a kötelező minimumot megcsinálom, akkor 31% van, tehát a kiírók valahol jól gondolkoztak, mert ezzel valószínűleg el tudjuk érni azt a határt, hogy a 30% meglegyen, és ezt hozzárakjuk a nyilvánzárót, akkor pedig pont túl megyünk a 40%-on. Ez lehet, hogy egy másik épületnél 27 lesz,
meg 36, tehát ezt nem kell készpénznek venni, meg pontos számnak, de ez egy jó iránymutatás, hogy mindenki érezze az, hogy mi mire jó. Nyilván, hogyha ezeket kiegészítem gépészeti csökkentéssel, azok a százalékok ugyanazok lesznek, mint amit előbb mutattam, illetve most mutatok, és ez is megint az önálló, hogy ha hozzárakok mondjuk egy gépészetet, tehát egy fűtést, akkor már nagyon jó tudok lenni. Itt is ugyanazok a vizsgálandó dolgok nyilván, mint előbb. Aki hőszivattyúban, nem tudom, van, aki hőszivattyúban gondolkozik? Van, ugye? Egy kicsit gondolkozik rajta, mert egy kis fejbillentést láttam. De hőszivattyút akkor szabad, amikor a ház már nagyon jól le van szigetelve, mert az előző problémán felül az is közbejön, hogyha nagy a hőveszteség, akkor nagyon nagy kapacitású hőszivattyút kell berakni, ami sokkal drágább. Tehát nem úgy van, hogy akkor, mint a gázkazánnál, meg hát még tudnék mondani indokokat, de szerintem az már nem tartozik ide. Költségbecslések, nyilván ez a másik fontos dolog, hogy mi hogy jön ki. Itt már előttem a lévő előadó ugye elmondta, hogy hogy lehet számolni, tehát maga a pályázati kiírás végén, felhívás végén van egy felsorolás, hogy egy négyzetméter polisztirol hab hőszigetelés maximum mennyibe kerülhet. Itt még azért megjegyzem azt, hogy megvan akarva, hogy mivel lehet szigetelni. Ami szerintem a kívánatosnál jobban beszűkíti a kört, mert csak ásványgyapot, meg polisztirolhab. Ezen kívül azért még vannak lehetőségek. Ezeket egyáltalán nem támogatja valamiért a pályázat. Tehát egy befújt, ezt a papír nem jut eszembe a neve, cellulóz szigetelést például nem támogatja, illetve a padláson is csak nem éghető hőszigetelést enged. Még semmilyen előírás nincs erre egyébként, hogy csak nem éghető lehet mondjuk egy földszintes vagy egy egyemeletes családi házon. Az pedig azt jelenti gyakorlatilag, hogy ásványgyapot lehet. Úgyhogy erre figyelni kell. Én azt csináltam, hogy ugye a szerkezeteket kigyűjtve a mennyiségeket, és az első oszlopban a pályázati maximumot, tehát amit többet nem lehet elszámolni. Én szerintem, ugye ismerünk egy pár költségvetést, ezek az értékek nem alacsonyak, tehát ebbe biztos, hogy be lehet férni, és itt úgy gondolom, hogy úgy kell ajánlatokat kérni, hogy ezt lehetőleg semmelyik kivitelező se érje el. Hozzáteszem, hogy ilyenkor azért van veszély, hogy fölmennek az árak, amikor egyszerre csak jön, ezt gondolom más is tapasztalta, de nem akarok hazabeszélni, most a pályázat az nagyon érdekes, most a számokat figyelve jutott eszembe, hogy ezt visszaszámolom normaórára, akkor mondjuk egy kőművesnek, a festőnek kétszer-háromszor akkora díj jön ki egy órájára, mint a mérnöknek. Tehát, hogy ezt visszafelé számolom, amit nem értünk, de ez van. A másik dupla oszlopba, ott egy általam becsült minimum, ami alatt már nem biztos, hogy megfelelő kivitelezőt lehet kapni, illetve ott már beleszámoltam azt is, hogy esetleg valaki maga is csinál valamit. Ha valaki maga rakja például a padlásra le a hőszigetelést, ami azért nem egy ördöngőség, akkor ez megteheti, csak annak a díját, a munkadíját nem számolhatja el. De szerintem az azért nem nagy baj. Tehát ezt például pont a padlásfődémnél figyelembe is vettem, és akkor ez valahol 7 és 10 millió körül jön ki ez a beruházás a mostani áron. Ez egy másik variáció, ugye előbb a hőszigetelések voltak, itt pedig azt mondtuk, hogyha valaki már leszigetelte mondjuk a falakat, és akkor csak a nyílászárót cserél. Ja, bocsánat, nyílászárót külön lehet, tehát nem kell a fallal együtt. Ha a nyílászárót cserél és egy kondenzációs kazánt rak be, akkor ilyen összeg jön ki. De itt ugye nagyon meg kell nézni, hogy ezzel meg lesz-e a 30%, ez egy határeset, csak ez egy kisebb beruházás. Nem tudom, ez érthető volt eddig? Mert nyugodtan lehet közbe kérdezni. És akkor még egy-két dolog, amit úgy gondolom, hogy tudni érdemes. Szerintem problémás lesz az, hogy igazoljuk azt, hogy 90 előtt épült az épület. A felhívás azt írja, hogy ha másképp nem megy, akkor be kell szerezni a 90 előtti használatbevételi engedélyt.
ez úgy, hogy ha másképp nem megy, akkor kell ezt beszerezni. Nem tudjuk, hogy alapvetően mit kér, tehát azt nem írja, hogy mivel lehet. Ez szerintem még a következő időszakban lesz, hogy ki fogja forni magát. Ugyanis ráadásul 90 előtt még ugye tanácsok voltak, nem polgármesteri hivatalok. Tehát, hogy mi került tovább, hogyha valaki a hivatalba menni, az kérdéses. Elvileg a levéltárnak adták át az iratokat a akkori tanácsok. Ezt én egy nehéz ügynek érzem. Azon kívül, hogy látszik valamin, hogy régi a ház, hogy ezt hogy lehet majd igazolni. Vályog, szalma, meg könnyű szerkezetes épületekkel is lehet pályázni. Ugye az azért fontos, mert például a vályogot legtöbbször kizárták. Én itt annak én azt javaslom, hogy ne zárjuk már ki, egy jó vályogház, az még fél évszázadig is tud élni, vagy vannak több száz éves vályogházak. Ha szakszerűen van felújítva, hozzáteszem, hogy tök másképp kell hozzáállni egy vályogház szigeteléséhez, mint bármi máshoz, tehát másfajta tudás kell. Viszont az a feltétel, hogy statikai szakvéleményt kell minden esetben kérni, ami ugye kimondja azt, hogy ez egy jó állagú ház, és nem fog összedőlni, érdemes rá költeni. A következő kivitelezői árajánlatot kell beszerezni. Ez az egyik legnehezebb ügy. A kivitelezőknek talán attól lesz nagyobb kedvük, mint régebben. Ugye említettük, hogy sokszor pórul jártak ezzel, hogy egy évekig nem kapták meg a pénzt. Most viszont ugye, aki regisztrál, az a, ha jól emlékszek, 75%-át előlegve megkaphatja, tehát azért egy kicsit motiváló erő, úgy gondolom, a kivitelezőknek. Viszont nagyon fontos az, hogy a kivitelező kapjon egy olyan nagyon részletes, tételes műszaki leírást, amit ő be tud árazni, és nem ő találja ki, hogy milyen kazán lesz, vagy milyen típusú hőszigetelés. Itt nem csak az olyan, hogy ásványgyapot, hanem azon belül is, hogy milyen. Ugyanis az energetikai tanúsításban megadott szigetelést és szerkezeteket lehet és kell berakni. Tehát ha ellentmondás van, akkor azt visszadobják, nem fizetik ki. Márpedig ugye a kivitelezés költségvetésén gyakran látjuk, hogy ezt nem szokták ilyen nagyon komolyan venni, mert hogy attól függ, honnan szerzi be olcsóbban, akkor módosítani kell a tanúsítást is, tehát itt egy összhangnak kell lennie. Elszámolható és nem elszámolható költségek külön részletezben vannak. Az elszámolható az azt jelenti, hogy abban a 7 millióban elszámolható, a nem elszámolható az belőle, mert a 7 millió fölötti összegbe. Hát ezt egy lista meg kell nézni. A beépíthető anyagokra figyelni kell, amit elmondtam, másrészt pedig vannak ilyen környezetvédelmi kategóriák, amelyikben szereplő anyagok tervezhetők be. Ez egy külön jogszabályba vagy felsorolásba található meg. És akkor egy kicsit most a pályázat előre haladtával, vagy a pályázat írással és a pályázattal kapcsolatban még egy-két dolog. Benne van, hogy a CO2 megtakarításnak is kell lennie. Ugye elsőre nem tudom, hogy ugye úgy tűnik, hogy micsoda hülyeség, hát hogyha energiát takarítunk meg, akkor CO2-t is megtakarítunk, de nem feltétlenül, mert például a primer energia tényezőnél jön be az, hogy egy fatüzelés, úgymond egy gáznak egyes a szorzója. Egy fának, nem tudom fejből, egy fatüzelésnek 0,6. Az azt jelenti, hogy a számítás szerint, és ez nagyon fontos, hogy csak az számít, hogy a következő pontból, hogy csak ez a EKM, rosszul van írva, szerintem ez nem, szerinti számítást fogadják el, tehát semmilyen más okos megfontolást nem. Tehát ami abból úgy jön ki, hogy a CO2 megtakarítás nincs, hiába energiát spóroltam, ugyanez felmerül egyébként a hőszivattyúnál is, akkor nem támogatott a pályázat. Ennek elég kicsi a veszélye, de azért nem van, vagy nincs. Tehát az lényeges, hogy csak a hivatalos jogszabály szerinti számítást fogadják el, tehát másfajta megfontolást nem. Nekem többen jöttek már hozzám, hogy a radiátorokat cseréljék le. Ez le lehet cserélni, energiát megtakarítást nem okoz a számítások szerint. A következő arra jogosult energiatanúsító csinálhatja, ezt már sok helyen elhangzott, azért azt elmondom, mert sok helyen hiányosan szerepel. Két helyen vannak regisztrálva a tanúsítók, az építész kamara honlapján és a mérnök kamara honlapján. Ezek között nincs átfedés.
Tehát nincs mind a kettő. Rajta lehet, de nem szokott. Tehát, hogyha valaki nagyon válogatni akar, akkor mind a kettőt nyissa meg. Én építész vagyok, úgyhogy én az építészkamarai honlapot javaslom. A tanúsító, ugye azt mondja, hogy tanúsítani kell, ugye mit tanúsítunk, ez van, azt kiszámoljuk, ez a tanúsítás. De ugye ennek a lényege mégiscsak nem ez, hanem az, hogy ki kell találni, hogy mi szerepeljen a pályázatba. Tehát mi az, ami legtöbbet megtakarítunk, legkevesebbe kerül, legkönnyebb megcsinálni. Ezt meg kell tervezni, és amikor ezt kitaláltam, utána tudom kiszámítani, meg bármilyen tanúsítást csinálom. Ez több munka, mint maga a tanúsítás, hozzárakom. Tehát ez a több munka, ez ugye a pályázatban valahogy nem szerepel. Tehát hogy az, hogy mit, hogy legyen, meg mit legyen, hogy annak úgy kvázi nincsen költsége. Én szerintem egy felmérést is érdemes csináltatni, és mindenképpen részletes műszaki leírást, vagy részletes tételes költségvetés kiírást, szerintem ezt a tanúsító mindegyiket meg tudja csinálni. Ezt azért is javaslom, mert ha később szerződést kötnek a kivitelezővel, akkor van mi alapján számon kérni. Ez többszörösét éri, mint ennek a bekerülési költsége, mert míg itt beszélünk 6-10 millió forintról, itt 1-200 ezer forintról beszélünk. És a végén kis praktikus itiner talán ahhoz, hogy kéne ennehez hozzáállni, elkezdeni. Hát először is úgy gondolom, hogy mindenki egy állantalános tájékozódás után nézze meg a saját alapfeltételeit, amit előttem szólók már szerintem elmondtak, hogy tényleg mikor épült az épület, kölcsönjogosultsághoz, életkor, biztos szó volt róla erről a 75 évről, adóstárs, kezes, jövedelem, tehát ezeket nézzék meg, hogy ezeknek megfelelnek-e, bejelentett családtagok, tulajdoni lap, stb. Aztán a pénzügyi kereteket, itt a 4-es dián mutattam be azt a táblázatot, amelyiken ezt meg lehet nézni, és elég könnyedén be lehet lőni az, hogy ki hova tartozik. Mennyi erő van? A szintén előttem elhangzott, hogy felügyítési céloknak a körbeírása legyen meg, és hát egy megtűrülés vizsgálat az elgondolja, hogy mennyire éri meg ez. Valószínűleg megéri, de azért mindenki gondolja végig, hogy itt egy átlagos 20 ezer forint per hó törlesztés, van egy infláció, ami ugye ezt mindig javítja, tehát 10 év múlva ez sokkal olcsóbb lesz. Egy rezsi megtakarítás, azért az valószínűleg nem lesz a idők végezetéig ugyanannyi, tehát az megint afelé hat. És azt is érdemes megfontolni, hogy az ingatlan milyen helyen van. Ugye minél értékesebb helyen van, annál jobban érdemes megcsinálni, hogyha értéknövekedésről beszélünk. És amit kihagyunk legtöbbször, nem számszerűsíthető, egy jól hőszigetelt házba sokkal jobban érzi az ember magát, mert nem húz a hideg az ablak előtt, a előszobába le lehet ülni a ajtó előtt is. Na, hogyha ez megvan, akkor érdemes egy energetikai szakértőt megkeresni, legalább egy előzetes beszélgetésre, hogy mennyire gondolták jól, amit gondoltak, amikor átgondolták az elején. És utána itt három darab négyes ponton van, mert ezek már egymással párhuzamosan érdemes csinálni. A energetikai tervezést, ezzel párhuzamosan a előírt dokumentumoknak, jövedelemi igazolások, tulajdoni lapok, meg amit majd a bank el fog mondani, azoknak a beszerzése, és hát érdemes szerintem azon a ponton már azért a bankhoz is bemenni, érdeklődni, hogy milyen követelmények vannak. A energetikai tervezés az ezzel kezdődik, hogy felméréssel és a meglévő állapotnak a tanúsításával. Hozzáteszem, itt van egy kis ellentmondás, mert valahol az van a felhívásban, hogy már elkezdett beruházásra is lehet. Na most innentől kezdve nem tudom, hogy ez hogy fog működni, mert a beruházás előtti állapotot kéne tanúsítani a tanúsítónak, hol a tanúsítónak meg az a kötelező feladata, hogy a tanúsítás pillanatában tanúsítson, tehát nincs olyan, hogy visszafelé tanúsítok, vagy előre. Tehát ugye a középsőt azt nem is tanúsításnak hívják, hanem számításnak ezért. Ez nem tudom, hogy lesz feloldva. Már ilyennel is kerestek. Nem tudom, hogy lehet majd megoldani. Aztán utána a felújítás műszaki tartalmának a tervezése, amiről már beszéltünk, ennek a számítása, és utána ennek a kiviteli szintű meghatározása, pontosan milyen szigetelés, milyen jelű szigetelés, milyen kazán kerül beépítésre, ez lehet költségvetés, vagy
műszaki leírás formájába is. És akkor utána igazándiból kell kitölteni ezeket a... Ezek alap, ha ez megvan, akkor már elég könnyű kitölteni mindent. Előtte meg nagyon nehéz kitölteni az az igazság, hogyha ezek nincsenek meg. És hát én szeretném megköszönni a figyelmet. Remélem, hogy össze tudtam foglalni. Lehet, hogy okosabbak nem lettünk, de vékonyabbak, igen, mert olyan jó. Leizzadtam én legalábbis. És nem tudom, hogy kérdés. Köszönjük szépen az előadást. Folytatnánk akkor a kérdések válaszokkal. Első kérdés, hogy teljes felújítás, bővítés, tehát itt az a lényeg, hogy bővítés is van, ez a terv. A kérdés arra vonatkozik, nem olvasom föl, hogy ebben az esetben mi van. A felhívás egyértelműen rendelkezik erről, lehet pályázni is, így is. A lényeg az, hogy a bővített épületnek is kell tudni a 30%-os megtakarítást az eredeti épülethez képest. Ez egy kicsit plusz feladat, de igazán egy kisebb bővítés van a mostani szigetelési előírások betartásával. Valószínűleg ez nem jelent problémát, mert ha valaki mondtam, háromszorosára bővíti, akkor már elképzelhető, hogy ez nem oldható meg, de egy kisebb bővítés esetén ez szerintem menni fog. A Maklári út elején kötelező sorház beépítés volt. Arra vonatkozik, hogy erre lehet-e pályázni. Állandó kavarodás van a fogalmaknál, mondjuk az építészek között nem, de máshol igen. Ugye van a sorház, a klasszikus sorház az, amikor egy telken van egy olyan ház, ahol mindegyik egy szelet egy emberé, ismerjük, földszint plusz tetőteres szokott lenni, de ez egy telken van, és csak elkülönült használat van a egyes lakásokhoz. Ez a sorház klasszikusan, és van a Maklári úti beépítés, ami zárt sorú beépítés, nem sorház. Az azt jelenti, hogy minden egyes ház saját telekkel van, saját telekkel rendelkezik, és külön fala is van, tehát dupla falak vannak. Ebből következik, ez nem is a felhívás, valami családi sorház, vagy valami ilyesmi ismeretlen fogalmat használ. Én szerintem az átsorú beépítésre gondol, szerintem biztos lehet vele pályázni. Következő, az ingatlan családi ház üzlet és orvosi rendelőnek van telekkönyvezve, nyújthatok be pályázatot. Meg tudom válaszolni, de hogyha valaki akarja, akkor válaszolja meg. Hát akkor mondom, nincs ilyen kező. Az a lényeg, hogy ha egy része az épületnek vállalkozásra használódik, és ez be is van jelentve, akkor feltétel, hogy ennek külön órája, külön számlája legyen, és csak úgy lehet pályázni. Most megfontolandó, hogy egyszerűbbe kijelenteni onnan, hogyha nem olyan a tevékenység, valószínűleg egyszerűbb, vagy pedig, ha mondjuk ez egy olyan, hogy mit tudom, gumiszervíz van a családi ház egyik felébe, akkor meg csak, hogyha külön óra van. Tehát végül is ez a lényeg a válasznak, jó voltam, ugye? A következő, ha a korszerűsítéssel egy időben az épület alapterülete is megváltozik, bővül, szerintem ez ugyanaz, mint az egyes kérdés. Igen, ez a része, ezt azt hiszem, hogy már megválaszoltam, hogy igénybe vehető a támogatás, és hogy. A csak regisztrált kivitelező lehet elvégezni, ezt itt már előttem szók elmondták, hogy nem csak, de valaki regisztrált, az az előnye, hogy kérhet előleget. A hátsó falon lévő 6 négyzetméter kopolyt üveg kibontása, befalazása és zárt ablakkal helyettesítése, nem tudom mi a zárt ablak, gondolom fix, elszámolható, támogatható, igen, ez egy nyilászáró csere. Tehát a kopolyt üveg, nem tudom, mindenki ismeri, ez a sávos, függőleges dolog, az nyilászáró, még ha nem is lehet kinyitni, akkor is nyilászáró, tehát ez oda tartozik. Lajosvárosban szövetkezeti lakás tulajdonlap szerinti besorolás az ingatlannak, gyakorlatban sorház. Igen, én sejtem, hogy melyik épületről van szó, építési, de egész mi azt is sejtem, hogy kitervezte. Valamikori főnököm. Az már viszont egy sorház, és nem ez az átsorú családi ház, úgyhogy valószínűleg erre nem. Egyébként a kiírásban megint csak nagyon érdekes megfogalmazás van, ez a egy vagy több lakásos családi ház.
ezt nem nagyon tudjuk szakmailag, hogy mit akar jelenteni, hogyha ebbe tud segíteni, akkor, de én még nem hallottam ilyet, hogy, mert általában a családi ház az max. 2 lakásos. Tehát ez minden rendezési terve így van. Én szerintem ezt kell körülbelül rajta érteni. Ez, amit ő említ, az egy 10-20 egységes sorház. Szerintem megér egy kérdést egyébként, de úgy néz ki, hogy nem. Itt ezek voltak a kérdések. Ja, még van? Ja. Lehet-e tudni előre a hitelképesség feltételeit? Hát itt értelemszerűen a kölcsönkérelmi nyomtatványot fel kell tüntetni a rendelkezés álló jövedelmet, igazolt jövedelmet, emellett a fennálló kötelezettségeket. Ennek függvényében az MLB ZRT belső szabályzat, illetve az eljárás rendelatban fog majd számolni, illetve nyilván fel kell tüntetni az egyháztartásban bejelentett egyéneket, személyeket, és ebből fognak majd egy KHR lekérdezés követően egy jövedelemarányos számítást végezni, és ha a vállalat futamidő tekintetében megfelelő nálóan, akkor már, de itt az a lényeg, hogy a jövedelme tekintetében a minimál bért felett legyen értelemszerűen a pályázó legalább, és nyilván fennálló kötelezettségét is kell látni, tehát ezt így közösen kell, vagy együttesen kell vizsgálni. Itt, ha ez volt a válasz, én még maradjon ott a mikrofon, mert a 8-as kérdés második fele is bankos kérdés. Van-e korhatár, hogy kik kaphatják meg a támogatást? Jó, tehát az már elhangzott korábban, hogy hogyan tervezünk, ez gondolom, hogy az idősikre gondolunk, itt egy 70, jó, hogyan hogy? Tervezünk. Hát ez ott a 70 napos bírálati idő, és akkor ezt követően van egy 30 napos szerződés, maximum 30 napos szerződéskötés határidő, ami ott le kell szerződni, és ezután a kérelemben megjelölt adkötőjel 24 hónap, amit a pályázó megjelölt, azon időszak alatt lehet folyósítani a kölcsönösszeget. Jó, ezt már említettem, hogy a kivitelezővel célszerű egyeztetni, hogy mi a realitása annak, hogy a 6 vagy 24 hónapon belül tudja megvalósítani, vagy kivitelezőkkel, hogyha valamilyen összefonódás van, akkor velük kell ezt egyeztetni, hogy ebben mi az az időség, ami reális. Jó, ez egyébként egyszeri 6 hónappal a 24 hónap is meghosszabbítható, de az indoklással lényegében az, hogy a rendelkezési tartási idő meghosszabbítható legyen. Én hagyd tegyem azt, hogy ha kérdezőt jól értem, én azt kérdezem, hogy mennyi a saját tőke szükséges, és ez mikor lesz végleges. Tehát a saját tőke az gyakorlatilag, ha 7 millió, akkor 1 millió. Egyébként arányosan csökken, de ugye azért nagyjából azt látjuk, hogy a 7 milliónál sokkal kisebb beruházást nem érdemes csinálni, tehát praktikusan a 1 milliós nagyságrendű készpénze van, az, és ezt már most is tudjuk, tehát ez a megvalósítás folyamatára vonatkozott most. Az, hogy mikor tudjuk ezt most lehet tudni pontosan. Tehát költségvetésből, hogyha valaki elkészíti a költségvetést, akkor abból már vissza tudja számolni a kötelezően vállalt önerő mértékét. Én azért mondom, ez nincs nagy jelentősége, hogy valaki most 600 ezer vagy 1 millió, nem ettől fog függni a beruházása. Tehát azt tudja, hogy kb. 1 millió forint körüli összeg, akkor nem kell számolgatni szerintem semmi sokat, mert nincs jelentősége a kis eltérésnek. Szigetelt ház esetén mivel lehet 30%-os magtakarítást elérni? Ugye ebbe egy mondatban nem lehet válaszolni. Az előadásom példájából kijött az, hogy körülbelül mivel lehet, úgy néz ki, ha leegyszerűsítem, hogy valaki a régi házát lehőszigeteli és rárak egy födémhőszigetelést, falhőszigetelést, ablakot cserél, akkor biztos van neki, megvan neki a 40-valahány százalék, ha eddig nem csinált semmit. Itt azért hozzáteszem, hogyha már csinált valamit, akkor megint más számok fognak jönni. Tehát, hogyha már ő az ablakot kicserélte, mert az arányok meg fognak változni. Tehát 1000 helyzet van, nyilván ezt a tanúsító fog tudni mondani erre valami közelítő számot. Tehát érdemes majd, gondolom föl lesz rakva ez a PPT, és akkor azt érdemes nézegetni, hogy miből mi jön ki körülbelül. 2 évvel ezelőtti otthonfelújítási pályázaton valaki részt vett, akkor pályázhat-e most? Gondolom, hogy igen. Hát egy
egy kitétel van, de az az MRP-nek a prezentációjában, az MBH-banknak a prezentációjában benne volt, hogyha a 21-27-es programozási ciklusban, tehát az elmúlt években bármilyen Európai Unió által támogatott pályázaton elindult a pályázó, magánszemély, aki most itt is indul, akkor ő ezen nem indulhat. De az otthon felújítási támogatás, ami talán nem tudom, gyermekenként vagy szobánként volt ez a 1 millió forintos kötött összeg, nem akarok most nem pontos információt szolgáltatni, tehát ami kizárólag állami támogatás sú pályázaton indult, úgy most ezen elindulhat. Ha olyan pályázaton, ami uniós háttértámogatás van mögötte, akkor ezen nem indulhat el. Ez a hosszú válaszom, de ez kiderül, mert ha van kódszáma, a mindenféle totó-lottó nyerőszámokhoz hasonlóan sokféle számból álló most itt ugye ez a RRF, REP 10.13.1 kötőjel 24, tehát egy ehhez hasonló kódszámú bármilyen pályázaton, ha elindult, akkor itt nem tud indulni. Jó, következő kérdés. Kérdésem, hogy a hitelkeren benyújtására szükséges van-e már kivitelező kötött szerződésre, vagy elég egy árajánlat? Erre a kölcsönkérelmi nyomtatványnak a ellenőrző lista melléklete ad választ. Szükséges szerződés. Én szerintem a költségvetés ajánlat szükséges. Hát árajánlat az szükséges, de igen, ez későbbiekben megnézzük. Nem akarok butaságot mondani. Hát szerintem megnézi a... Nézzük el. Addig a következő, nem tudom. Honnan tudhatom előre, hogy teljesül-e a 30%? Hát ezt sejthetem, ha egy megfelelő szakember van, az valamire azt fogja mondani, hogy tudom előre, valami azt mondja, hogy ki kell számolnom. És megint csak segítség az a táblázat, amit csináltunk.